Az ajnácskőhöz tartozó Csevice puszta ásványi forrásáról kapta a nevét. Egykor a forrás közelében fürdő létesült, melynek vize gyógyászati és rehabilitációs célokat szolgált. Később azonban a terület elhanyagoltá vált, és már a kutakat sem használták. Az elmúlt években néhány helyi lakos, aki fontosnak tartja a lakóhelye értékeinek megőrzését, felvállalta a kutak és a terület megtisztítását. Legutóbb pedig egy pihenő részt is létrehoztak. <coughs> Újra gyermekzsivajtól hangos a sok éven át elhanyagolt állapotban lévő terület. A helyi lakosok összefogásának köszönhetően újra élett az egykor szebb napokat látott Csevicek út. Kitisztítottunk két kutat, azután a gyerekeknek is csináltunk játszó részt, kialakítottunk egy parkoló részt, az itteni hölgyek sziklakerteket csináltak, virágosítottak. A gyógyforrás története a 18. századig nyúlik vissza, a fürdő létrejötte pedig a 19. század második felére datálható. Egy helyi földbirtokos Báró Kemény Gábor hozta létre, aki 1878 és 1886 között miniszteri posztot töltött be Magyarországon. Az eredeti fürdőhelyen több kút is volt, melyek 10-12 fokos hideg kénes ásványvize a legjobb hírnek a vidéken. Női bajokra, bőrbetegségre, vérszegénységre, fürdővízként is, ivókúraként is használták. A fürdő a fénykorát a kiegyezés után élte, tehát az 1870-es, 80-as években, mikor is a környék közkedvelt, társasági szinterévé vált. Olcsósága miatt népi fürdő is volt, tehát a medveselje és a szélesebb környék egyszerű népe is járt ide fürödni, de Rimaszombatból, Rozsnyóról és más megyékből is ellátogattak a vendégek ebbe a fürdőbe. A báró halála után a fürdő elvesztette régi fényét és lassan leépült. Fia Géza az épületeket lebontatta, és az 1910-es években már csak liba legelőként említik a területet. A 90-es évektől a források vizét a magas nitráttartalom miatt nem fogyasztották. A kutak kitisztítását követően azonban javult a vízminőség is. Szeretném megkérni a ide látogató vendégeket, turistalkot, hogyha végigjárják a környékünket, az abodakőt, a szarkövet, csontosarkot, a ragalcsot, varródalt, esetleg a pogamvart, látogassanak el ide Csevicére, pihenjenek itt meg és frissülnek fel a csevicével. Az önkéntesek polgári társulás létrehozását tervezik, mely összefogná a segítőkész embereket, és a falu más területein hasonló pihenőhelyeket, tanosvényeket is létrehoznának, hogy a környék természeti kincseit népszerűsítsék, és a történelmi értékek sem erüljenek feledésbe.